mindenkinek, ez itt a Kulturgix, én Erzsi vagyok. Én pedig kivételesen Valrusz. Ez pedig itt a kocka képző. Nem az IB percek? Nem, technikailag a biológiai. De ez az, ez az IB percek. Jó, IB-ről van, de amúgy a biológiai hátterét fogjuk elmagyarázni, szóval ez a kocka képző. Jó, itt úgyse fogják ezt már hallani a végén, mert el fog menni a hang. A mai videó előzménye leginkább az, hogy IB-ről rendeltünk 25 darab kagylót, amit egy korábbi videóból már ismerhettek, de most sok van belőle. És ezt annak apropóján tettük meg, hogy szeretnénk egy kicsit rátérni arra, hogy hogyan is képződik ezekben a kagylókban az igaz gyöngy. Jó, akkor a puha testőekre általánosan igaz, hogy a héjuk, a messzeség az három rétegből épül föl. Ezek úgy néznek ki, mint a vasbeton. Olyan értelemben, hogy fehérje szálak, fehérje mátrixba épülnek bele ezek a kálcium-karbonát kristályok. És ami nekünk érdekes a három réteg közül, az igazából a legbelső. Ugye a három réteg az az epiosztrákum, az osztrákum és a hiposztrákum. A középső réteg az, ami a legvastagabb és a vastagságért felel. Ebben a felszínen merülegesen állnak ezek a kálcium-karbonát kristályok. Viszont a legalsó rétegben ilyen hatszög alakban vannak a kristályok, és ezek a felszíne párhuzamosan állnak. És egyébként ez a gyöngyházréteg könnyebb, de erősebb, mint a beton. És ugye lényegében arról is van szó, hogy ezzel így a népet szórakoztatják, hogy eBay-en lehet rendelni egészen nagy tételben, tehát mi is 25-öt rendeltünk, de akár ilyen 100-as csomagban is lehet őket rendelni. És tulajdonképpen ezt a gyöngyhalász élményt lehet vele átélni, ha ezt élménynek lehet nevezni. Én közben még keresem a rést. Felboncolod a szerencsétlen halott jószágot. Meg kell mondjam, én kagylót még nem boncoltam. Boncoltam csigát, boncoltam gilisztát, boncoltam csótányt. Hopp, azt nézd meg. Csak nem egy gyöngy. Hát kihitte volna. Csak nem egy gyöngy. Amúgy nagyon büdös. Szerintem nem. Hát nálad nyílik. Nálam nyílik. Hát, és wow. Van egy szép gömb alakú. Te figyelj, ezen a műanyag látszik. Ez egy teljesen értelme. Ezek a műanyag puskáknak az a... Az a lövedéke, tudod, csak egy kicsit rajta van a gyöngyház réteg. De az a sajnálatos benne, hogy amúgy meg egy ilyen nagyon szép levendula színű gyöngy lett volna, csak nem hagyták elég ideig. Hát, mint a gyöngyház réteg. Aha, nem mindegyiken van ám ilyen nyílás. Ez jó nagy fejetlenség ez a kagylóbontás. De egyébként oké, hogy itt ezeket a műanyag magokat rakják bele, de akkor ezek szerint benne is hagyják. De a természetben akár egy homokszembe kerül a kagylónak a köpenyhámja és a héja közé, akár egy idegen élősködő, vagy bármilyen apró élőlény a közé, és akkor is képes ezt a gyöngyházréteget kiválasztani. Jó, de mire egy homokszem köré ekkora gyöngyöt építene a kagyló, az nagyon... Szerinted benne, miért nagyon drágák azok a gyöngyök, amik ilyen ekkora kagylókból származnak, és ilyen ekkorák? De egyébként úgy tudom, hogy jelenleg már a gyöngyeladások 99%-a ilyen tenyésztett, és csak 1% az, amit tényleg halásztott. Hát, Japánban mai napig halásztott. Igen, de gyöngyöt. De nyilván olcsóbb is így. Egyébként ez a gyöngyházréteg a kagyló belsejében is egy hasznosítható anyag. Nagyon sok területen használják, például építészetben beltéri mozaikok, például egyszer raknak egy fürdőszobát. Ékszerkészítésre használják a kagyló héjat is, illetve a gyöngyöt is, gondolom ez nem egy akkora újdonság. Nem. Ezekből készítenek mindenféle felfűzhető vágott gyöngyöket, vagy éppen esetleg karóra számlapot, vagy bármilyen kis ékszerdobozt raknak ki vele, rengetegféle dísztárgynál hasznosítják, illetve a kozmetikai iparban is porrá törve a gyöngyházat különböző fiatalító krémekben és dekorkozmetikumokban is használják. Állítólagos. Állítólag ez fiatalabb és ragyogóbb külsőt kölcsönöz a bőrnek. Vagy csak irizálni fog a bőr. Igen. Kicsit kiesett egy gyöngy, igen. Csak így. Aha, de ugye ezek szerencsére gömb alakú gyöngyök, viszont ha mondjuk ki akarnak rakni valamiféle ékszereket vele, ahol eleve ketté kéne vágni, mert olyan felületre akarják ráragasztani, akkor azt is meg tudják csinálni, hogy ez a műanyag, amit beleraknak, ez igazából fél gömb alakú. És akkor lesz egy fél gömb alakú gyöngyük. Sőt, akár szív alakút is tudnak így módon. Szív alakút, figyelj, a butha alakú körte után már nem lepődök meg semmin. Egyébként, ahogy szó is volt róla, ezek tenyésztett gyöngyök, a féle gyöngy vagy kagyló farmokon tenyésztik őket. Itt látszik is több kagylónál, hogy le is van vágva ez a rész, ugyanis ezeket itt átszúrják, ezt a kis héjat, ami ugye fájdalommentes a kagyló számára, de ez teszi lehetővé azt, hogy ilyen kis zsinórokra felfűzve lógjanak be a tengerbe, és így módon
étkezzenek és éljenek, mint hogyha természetes körülmények között lennének. Viszont ez abban különbözik a természetes körülményektől, hogy mesterségesen oltják be őket, ugye ezekkel a kis műanyag magokkal, amiket minden második gyöngyben megtalálunk, mert látszanak még. Így módon mesterségesen kerül bele az a hulladék, amit természetes úton is belekerülhetne, csak akkor 10 000-ből körülbelül egy kagyló tartalmaz értékelhető gyöngyöt, így meg ugye majdnem, mind 40%-ban. Nekem már olyan módon ragad a kezem. Te erőszak valamit csinálnak a kagylókra egyébként majd? De miért szeretnéd őket? Nem, csak kérdem, mert lehet javakul és lehetne videót építeni, mit tudom én, valami ékszert csináltok belőlük. Felfőzitek őket egy nyakrendszer és kisorsoljátok. Ezeket? Nem, a gyöngyöket. Jaj, értem. És most jön az utolsó. Ami, te már ott tartasz? Igen, amitől félek, mert eleve ki volt lyukadva az acskó, és levegő került biztos bele. Biztos jó illata lesz. De ez egy kicsit... És megszagolom. És jó volt. Figyelj, tudós mentalitás, meg kell szagolni ahhoz, hogy megértsed a dolgokat. Ezentúl erre fogom fogni, mert én is mindent megszagolok, főleg azt, amit eBay-ről rendelünk, nem tudom miért. Hát mert tudod, hogy a kínai raktáratnak ilyen páratlan szaga van. Én is megkaptam a Silver Subscriber buttonomat, és olyan hongkongi raktár szaga van, hogy az jó. Na lassan a kezemre is kezd lerakult egy gyöngyház réteg. Hú, ez penészes. Okay, megyek fel teníteni. Na jó, hát akkor nyissuk. Merjem? Nyissad. Penészes gyöngy? Nem tudom egyébként, mintha lenne rajta valami. Így ilyen... Trutyi. Azt figyeled, hogy milyen könnyen lejön a legkülső rétege a héjnak, és milyen puha? Igen, néztem, hogy ott egyrészt nagyon törékeny. Mert ugye a legkülső réteg abban sokkal nagyobb arányban vannak szerves anyagok, fehérjék, mint szervetlen anyagok. És egyébként lehet, hogy nem ez a legjobb példa. Ezek ahol a kagyló nő, a ház nyilván nem tud nőni, mert nem annyira nem rugalmas. És a bub körül látszanak koncentrikus körök. És felé, hogy igen, kifele koncentrikusan nő a kagylóhéj. Szóval ez a termés. Egyébként létezik YouTube csatorna, ahol csak ezt csinálják. Tehát konkrétan ezekből a kagylókból bontanak ki gyöngyöket, és az eredményt mutatják meg. Ibetűben ott lesz? Nem! Hát szerintem ez nekem most sokkal nagyobb fán volt, mint a Kinder Surprise. És ez remetleg még USA-ban is legális. Ez a biológusoknak a Kinder Surprise. Biológus Kinder Surprise. A kagyló nyitás és csukás. Szerintetek melyikhez kell neki az izmait használnia? A héj nyitáshoz, vagy a héj csukáshoz? Ez egy nem érdekes. Csalni. Nem, mert hogy azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ha már egyszer kinyitottuk, akkor utána nyitva marad, és össze se lehet csukni. Szóval feltételezem, hogy becsukva tartja magát, és ahhoz kell az izma. Igen, mert hogy kinyitni passzív módon nyílik ki, szóval a két kagylóhéj úgy illeszkedik egymáshoz, hogy alapesetben ezek nem csukodnak össze. Tehát a kagylónak ahhoz nem kell izommunkát kifejteni, hogy kinyissa a héját, csak ahhoz, hogy bezárja. Igen, tudom. Azt is szagolj, úristen! Szóval, a következő részben ebből nyakláncot csinálunk. Egyébként... Te szóval, hogy nem annyira szépek, tehát hogy... Mit vártál? Mennyibe került ez az egész? 200 forint egy darab, ilyen 220-290 volt. Igen, és a legdrágább gyöngy az 2,5 millió dollárért kelt el, úgyhogy... Nem, ez világos egyébként, csak arra gondolok, hogy amúgy tenyésztett gyöngyben is láttam már azért, hát... Szerben. Szépen drágában fogják eladni. Szóval reméljük tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és köszönjük Varusnak, hogy itt volt, és segítségünkre volt a kagylók kibontásában, illetve főleg a biológiai tudását adta a videóhoz. Én köszönöm, hogy boncolhattam kagylót, mert igazából ez nekem is egy első élmény volt. Mondjuk a csótány érdekesebb, csótány boncolni. Hát sajnálom, most azt nem, de majd talán legközelebb, vagy nem. De. A Varus csatornáját megtaláljátok az ibetű alatt, illetve a leírásban. Nézzetek át hozzá, nagyon érdekes videókat készít. Első leírás nem olvas senki. Tudom, hogy nem olvas senki. Egyébként mi szoktunk belerakni ilyen easter egg-eket, hogy olvassák. Na, akkor hajrá! Ha van bármi ötletetek, hogy milyen biológiai, kémiai, fizikai jelenséget mutassunk be még ebben a sorozatban, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekünk kommentben, illetve elküldhetek üzenetben is, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Velem meg valószínűleg nem. Sziasztok!